egy olyan közlekedési projektet oldanak meg, amelyet a Emberi Erőforrások Minisztériuma írt ki, azzal a céllal, hogy a tanulók jobban megismerkedjenek azokkal a közúti szabályokkal, amelyeknek az első járítás ebben a korban feltétlenül szükséges, hiszen ezek a gyerekek is az ördövezett a kerékpárt használnak, maradottak az egyen az iskolába, ugyanakkor a közlekedés szabályokkal nincs megtisztálva. És ez a tesztsorozat, amelyet itt megoldanak, ebben a projektben tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy a megfelelő pontszámok megszerzésével egyrészt tájékozódjanak a saját tudásukon, másrészt pedig ezt ki tudják egészíteni. A gyerekek most ezzel foglalkoznak, tulajdonképpen a kérdéscsoportokat oldják meg internetes felületen, mindenki saját jelszóval, e-mail címmel beregisztrálva jelentkezik be erre a felületre, és a feladatokat kérdőívet töltögessük ki az egész osztályjal. Hát először is regisztráltunk, már 2 órája csináljuk, egészen érdekes. Hát kicsit gyerekes, de mondjuk sok érdekes dolgot bemutat. Már a 6-tól és 8-ig tartó kérdőívet már kitöltöttem, most már egy szinten feljebb léptem, 9 és 12 osztályos anyagot próbálom kitölteni. Egészen érdekes. Az osztályban most mindenki ezt csinálja. Úgyhogy elvileg oklevelet lehet érte kapni, és ingyenes Creston folyamot. Mi az, ami leginkább tetszett neked? Az eddig megoldott a feladat. Melyik feladattípus tetszett mondjuk leginkább? Mit szerettél? Hát mondjuk a puzzle az egyszerű. Igen. Azt azért, mert egyszerű igen. volt. És a nehezebbek közül melyek azok, amelyeket díjaznál, ha rangsorolni kéne a feladatsort? Melyiket? Hát igaz, ami sok, mert azért azok becsapósak. Értem. Azokba bele lehet csúszni. Köszönöm. Amit 100%-osra sikerült megcsinálnom. Miről szólt a feladatsor? Hát a kerékpár és a gyalogosok, hogy is mondjam,
Közlekedési szabályról? Közlekedési szabályról szólt, és ezeket kell kitölteni, hogy melyik a helyes válasz, és melyik a rossz válasz. Meg voltak olyanok, hogy kerékpárra milyen felszereléseket kellett tenni. Sehogy, hogy